Jó napot kívánok! Ez a Városi Televízió híradója szeptember 30-án szerdán. Jelenleg 101 pápai áll járványügyi megfigyelés alatt, 26 elkülönítő határozat van hatályban, és 28 az igazolt fertőzöttek száma városunkban. Többek között ezeket az adatokat ismertette ma délután dr. Áldozó Tamás polgármester. A sajtótájékoztatón az elmúlt 10 nap változásait összegezte. Az elmúlt 10 nap adatai azt mutatják, hogy a fertőzöttek átlag életkora jelenleg 37 év. Ez is kiderült dr. Áldozó Tamás polgármester ma délutáni sajtótájékoztatóján. A koronavírus járvánnyal kapcsolatban megkapott adatok alapján azt tudjuk elmondani, hogy a pozitív esetek száma az elmúlt napok során 6-tal nőtt Pápán. A 6 fővel, 6 pozitív esettel történő növekedés mögött azonban ennél bonyolultabb folyamat áll. Összességében 30 esetben rendeltek el a szakemberek zárlatot, és 24 esetben pedig gyógyultnak nyilvánította korábban fertőzött szemét. Tehát a 30 elrendelt és a 24 megszüntetett zárlat különbözete az a 6 fő, ami hozzáadódik a korábban regisztrált pozitív esetek számához, így alakult ki a mai napra a 28 esetszám. Hasonló dinamikus változást mutat az elkülönítés alatt állók és a járványügyi megfigyelések száma is. Az elkülönítés hatálya alatt állóknak a száma az 2-vel csökkent, 25 új elrendelt elkülönítésre 27 megszüntetett eset jut. Egyébként szeretném megjegyezni, hogy több esetben volt, hogy az elkülönítés alatt állók fertőzöttnek minősültek és zárlat alá kerültek, de összességében az elkülönítés hatálya alatt állók száma 2-vel csökkent, míg a járványügyi megfigyelést az elmúlt több mint egy hétben 123 esetben rendeltek el, és 120 esetben szüntettek meg, tehát abszolút értékben csak 3-mal nőtt a járványügyi megfigyelés alatt állók száma. Ez a szám pedig jelenleg 101. A megyei adatok arról adnak hírt, hogy szeptember 22-éhez képest 146-tal több a megyében a fertőzött, Pápán pedig 30-al emelkedett a megerősített pozitív esetek száma. Most egy kicsit felülreprezentáltak vagyunk a megyében, ugyanakkor én azt hiszem, hogy kellő odafigyeléssel, gondossággal, a megelőzésre való figyelemmel a hétköznapjainkat nem kell mostaninál jobban felforgatni, de mindenki legyen óvatos. A polgármester ezúttal is kérte a fertőzés terjedésének megelőzésére kiadott szabályok, magatartásformák betartását. A japán tulajdonú SMC Corporate magyarországi képviselői elkötelezettek a minőségi oktatás iránt. Ezért ma délelőtt együttműködési megállapodást írtak alá a Pápai Szakképzési Centrum Acsádi Ignác Technikumával. A megállapodás a mechatronikus karbantartó oktatást segít elő, így a diákok magas színvonalú tudáshoz jutnak hozzá, amit kamatoztathatnak a munkaerőpiacon. Ma délelőtt 10 órakor együttműködési megállapodást kötött a Pápai Szakképzési Centrum Acsádi Ignác Technikum és az SMC Corporate, a több mint 60 éves múltra visszatekintő vállalat világszinten megkerülhetetlen piaci szereplővé vált az ipari automatizálás terén. Magyarországi ügyvezetője Fenyő András a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy elkötelezettek a minőségi oktatás területén. A mi célunk ebben az egészben, együttműködésben az lenne, hogy kvázi egy kapocs legyünk az ipar és az oktatási intézmények között, és segítsünk abba, attól függően, hogy éppen mire van szükség, hogy valóban aktuális tudással rendelkező, jól felkészült, jól továbbképezhető hallgatókat sikerüljön képezni az ipar számára. Az SMC a legmodernebb elméleti, digitális és gyakorlati oktatórendszereket fejleszti és biztosítja partnerei számára. Erről a vállalat oktatási vezetője Szabó Péter tájékoztatta a megjelenteket. Az egyik egy e-learning csomag, amivel az online oktatást tudjuk támogatni. A másik, ami integrálható online oktatásba, animációk teljes és szabad ingyenes megnyitása, amivel bárki bármilyen tananyagot színesebbé és érthetőbbé tud tenni. A szakképzési centrum részéről Szarka Attiláné főigazgató helyettes asszony emelte ki, hogy az együttműködés lehetővé teszi a magas szintű szakmai oktatást. Ezáltal könnyebben találnak munkát diákjaik. Az együttműködés eredményezze a szakmai képzés és a gazdaság, a munkaerőpiac még szorosabb összekapcsolódását. A mechatronikus karbantartó oktatás segítő együttműködés jelentőségéről az iskola életében Nagy Zsolt, a Pápai Szakképzési Centrum Acsádi Ignác Technikum igazgató helyettese beszélt. Az eszköz igényeinket is maximálisan
és az oktatáshoz használatos eszközigényeinket is maximálisan szem előtt tartva, gyakorlatilag a mai napig elmondhatom, hogy egy fillérünkbe nem került ez az együttműködés. Az oktatási intézmény részéről Szarka Attiláné főigazgató helyettes, az SMC részéről pedig Fenyő András ügyvezető írta alá a dokumentumot. Az aláírást követően a felek közösen tekintették meg a tanműhelyeket. A közelmúltban adtunk hírt arról, hogy a Bakonyerdő ZRT és a Veszprém megyei kormányhivatal együttműködési megállapodást írt alá a kihelyezett trófabírálatokról, melynek helyszínéül a Farkasgyepű Erdészet Központját jelölték ki. A megállapodás gyakorlati megvalósítása jól halad. Tegnap a pápai és devecseri erdészet területén elejtett gímbikák trófeáit értékelte a kormányhivatal vadászati és halászati szakügyintézője. Pap László, a Veszprém megyei kormányhivatal vadászati és halászati szakügyintézője egy gím trófeát értékel. A kihelyezett bírálati helyszínen történő trófeavizsgálat első tapasztalatai jók. Ez a megállapodás nagyon hasznos. Úgy gondolom, hogy mind a két fél számára, tehát a kormányhivatal és a Bakonyerdő ZRT számára is. Elsősorban azért, mert a feladat ütemezése könnyebben megvalósul. Nagy mennyiségű trófeát hozunk be mi egyszerre egy időben, és a kormányhivatal arra felelős személyei egyben látják azt az adott tájegységet, azt az adott vadászati egységet, és így könnyebben végzik a munkájukat. A másik előnye az, hogy a számlázás, az adminisztratív terhek, amik ezzel együtt járnak, és itt nem csak a Bakonyerdő ZRT-re gondolok, hanem a kormányhivatalra is, egy napon belül történik, tehát sokkal gördülékenyebben, sokkal flottabbul tud zajlani ez az esemény a bírálatot követően. A bírálat során a Nadler pontok alapján kidolgozott nemzetközi képlet szerint értékelik az elejtett trófeát. A trófea bírálatnak ugye két célja van. A trófeáknak a nagyobb része a fiatalok, a gyengébb minőségűek, azok természetesen nem kapnak semmiféle érmet, oklevelet. Ezek bírálatának a célja az az, hogy a vadászati hatóság itt tudja visszaellenőrizni a vadászatra jogosultak szakmai munkájának a minőségét. És van a másik célja ennek a bírálatnak, ami pedig a tényleg a méretesebb, szép érett trófeákra vonatkozik, hogy ha az a nemzetközi bírálati képletek szerint elér valamilyen bronz, ezüst vagy arany minősítést, akkor azt megkapja. Tegnap a pápai és a devecseri erdészet területén esett gimbikák trófeáit bírálta a szakértő. Nem a Bakonyerdő vadászterületei a legkiemelkedőbb adottságok a megyébe, a szarvasállomány genetikai értékét tekintve, de ebből azért mindenképpen a felső harmadba tartozó területből, amit tudnak, kihoznak, és ki is hoztak. Farkasgyepűn nem csak a gímszarvas trófeák kihelyezett bírálata zajlik, az együttműködés a dámbika trófeák értékelésével folytatódik majd. Híradásunk folytatásában most városfejlesztési összefoglalónkat tekinthetik meg. Ma még sárgán villognak a jelzőlámpák a Somlai Bocsor Erkel utca csomópontjában, de holnap, október 1-én működésbe lépnek, és onnantól azok szabályozzák a gyalogos és gépjármű forgalmat a kereszteződésben. Dr. Áldozó Tamás polgármester és Rádi Róbert, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Ügyvezetője a megváltozó közlekedési szabályok betartására hívta fel a figyelmet a balesetek elkerülése érdekében. Nem csak biztonságosabbá, szabályozottabbá, de rendezettebbé is vált a Somlai Bocsor Erkel utcai csomópont a beruházásnak köszönhetően. Ugye a lámpának is az volt a célja és ennek az egész beruházásnak, hogy ebben a kereszteződésben megjelenő jelentős személygépkocsi és tehergépkocsi forgalmat szabályozzuk, vagyis lehetővé váljon, hogy például az Erkel utcáról a Bocsor utca felé, vagy bármilyen irányba történő kihajtás is gyorsabban és gördülékenyebben zajlódjék, mint eddig, hiszen voltak olyan csúcsidőszakok, amikor tulajdonképpen átszületni lehetett a másik oldalra, átjutni már sokkal nehezebb volt. A gyalogos
lakásoknak az átkelését is lámpa segíti. Ez egy olyan lámpa, ami intelligens módon kezeli egyrészt a forgalmat, másrészt pedig összehangolja a gyalogosoknak az átkelését segítő jelzőlámpának a működésével. Az eddig sárgán villogó lámpák csütörtöktől működésbe lépnek. Évféltől a lámpákat bekapcsoljuk, ez azt jelenti, hogy 0 órától, vagyis október 1-től működni fognak a jelzőlámpák. Ez igaz a valamennyi közlekedési jelzőlámpára, a gyalogos átkelőhelyen, illetve a Bocsor Erkel kereszteződésében. Nagyon fontos lenne, hogy az évféltől bekapcsolt lámpák jelzései alapján közlekedjenek az errejárók, és ezt vegyék figyelembe, mert ez nagyon fontos annak érdekében, hogy balesetet előzzünk meg. Ezt hangsúlyozta dr. Áldozó Tamás polgármester is a mai helyszínbejárásom. Én csak meg tudom erősíteni ügyvezető úrnak a szavait, hogy mindenkitől nagy figyelmet követel a megváltozott forgalmi rend, alkalmazkodást, és akkor előbb-utóbb majd rutinszerűvé válhat itt is a lámpás közlekedésnek használata. A lámpás kereszteződés üzembe helyezésével az mondható, hogy a fenntartható közlekedés fejlesztés Pápán című projekt egy újabb eleme készült el, mely 3 beavatkozási helyszínt érintett. A két település kapu, a Borsos-Győri és a két tornyilak irányába megépült település kapu szerintem az átadásától kezdve betölti a funkcióját és csillapítja, szabályozza a forgalmat. Én azt gondolom, hogy szinte magától értetődő természetességgel vannak ma már ott, mintha mindig is ott lett volna a helyük. Biztos majd lesz lehetőségünk arra, hogy a városban még más pontokon is hasonlókat építsünk, és akkor ezt meg is fogjuk tenni. És akkor ezt fogja most kiegészíteni ez a lámpás kereszteződés. A 3 közlekedésbiztonsági objektum megépítése összesen 110 millió forintba került. Ennek felét tette ki a lámpás kereszteződés kialakítása, tudtuk meg a városvezetőtől. Legutóbb a Bokréta ünnep alkalmából mutattuk be, hol tart a Téglagyári úti atlétikai centrum építése. Most ismét elkísértük kameránkkal dr. Áldozó Tamás polgármestert és dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselőt a helyszínbejárásra, ahol azt láttuk, az épület belső kialakítása és a homlokzat építés is nagy erőkkel halad. Az épp aktuális munkafolyamatoktól függően naponta 40-100 szakember dolgozik az atlétikai centrum épületén. Tudtuk meg Csehi Lóránt létesítmény felelőstől. Az épület kettős nyomás alatt van, ha mondhatom így. Kívül az épület bezárását végzik a tetőszigetelők és a homlokzati lakatos cégek, illetve a homlokzati nyilázárokat elkezdtük beépíteni. Várhatóan 2-3 héten belül bezárásra kerül teljesen az épület, és ez a belső munkákra nézve egy nagy segítség, mert teljes erővel és lelkesedéssel tudjuk a kiépítést folytatni. Az épület belsőben egyre jobban kirajzolódnak a különböző funkcióknak létesítendő terek végső formái. A gipszkarton válaszfalaknak a váza gyakorlatilag 90%-os, tehát az teljes épületben mind a földszinten, mind az emeleten a váz elkészült. A egyoldali borítás és a szerelőipar a földszinten dolgozik jelenleg. A gépészek, villanyászok beszerelik a vezetékeiket, csöveket, majd a gipszkartonosok rázárnak, illetve az ajzatosok elkezdték az ajzatbetont készíteni. Ez egy ilyen félkész állapot, a következő másfél-két hónap erről a belső kiépítésről szól. Egyelőre jól állunk, és ütemterv szerint haladunk. Vannak kisebb-nagyobb fennakadások, de abszolút kézbe tartjuk őket, illetve van, ami előrébb is tart jelenleg. Ez a földszinti tér lesz a fedett futófolyosó. Itt már a falak ütésálló burkolatait készítik. Ezen a felvételen az aula fölötti galéria látható, túloldalán lesz a hatalmas konditerem. Az épület jobb szárnyának emeletén pedig az irodákat és a vendégszobákat alakítják ki. De már egyeztetés alatt van például a hideg burkolatok színe és típusa is. Az épületet bejárva egyre jobban tudjuk azonosítani azokat a tereket, amiket a tervrajzokon láttunk eddig. Az elmúlt időszakban a Bokréta ünneptől számítva, én akkor jártam itt utoljára, nagyon látványos az előrehaladás. Ugye vannak már egészen késznek minősíthető részei ennek a létesítménynek, és vannak azok, amelyek elkezdenek a kész szükségnek egy magasabb fokába átcsapni.
A városvezető kijelentette, a beruházás finanszírozása biztosított, a mérföldkövekhez igazodó kifizetések teljesítése rendben zajlik. Ennek a létesítménynek mind a műszaki kivitelezése, mind a finanszírozása 100%-ig biztosított. Én azt hiszem, hogy innentől kezdve, ahogy a kivitelező cég vezetője mondta, ezt már csak elrontani lehet, és hogyha nem fog hibázni senki, már pedig miért tenni, akkor készülhetünk arra, hogy itt a jövő év elejére, hiszen március 15-re ígérik az átadás, az azt jelenti, hogy már előtte egy átadás átvételi eljárás fog megindulni, tehát az nagyjából azt jelenti, hogy január végére az épület gyakorlatilag készen lesz. Dr. Áldozó Tamás polgármester arról is szólt, már most megkezdik a létesítmény úgymond értékesítését a piacon. Az országban most egy időben, talán 2-3 helyen folyik hasonló beruházás, és mi nem vagyunk egymásnak versenytársai természetesen, mert az, hogy Szegeden épül egy hasonló létesítmény, az a pápai létesítménynek a lehetőségét semmiben nem korlátozza. De azt hiszem, hogy most már minél előbb arra kell majd koncentrálnunk, hogy ezt a létesítményt piacra vigyük. Nekünk az atlétikai szövetséggel, diásport szövetségekkel kell elfogadtatnunk azt, hogy egy olyan versenyhelyszín alakult ki, amely a jövő évtől kezdődően országos versenyek, vagy akár nemzetközi versenyeknek a helyszíne is lehet. A polgármester úgy tervezi, hogy az októberi képviselőtestületi ülésen tárgyalnak a létesítmény menedzsmentjének felállításáról. Egy héttel ezelőtt adtunk hírt arról, hogy a kivitelező átvette a munkaterületet a 83-as út Pápatét közötti szakaszának megépítéséhez. Arról is beszámoltunk, hogy az önkormányzat egyeztetést kezdeményez a kivitelezőkkel az útépítés és a bázisreptérhez futó kerékpárút építésének összehangolására. A munkaértekezletet kedden délelőtt megtartották. A tanácskozáson Unger Tamás alpolgármester és a Városfejlesztési Osztály munkatársai, valamint a beruházó és a kivitelező képviselői egyeztettek a 83-as út és az önkormányzat topos projektjének kerékpárút építési munkájának összehangolásáról. Mivel a mi közbeszerzési eljárásunk lezajlott, ellenőrzési folyamata zajlik ennek a pályázatnak. Valószínűsítjük, hogy október közepén már meg tudjuk kötni a kivitelezői szerződésünket. Tehát gyakorlatilag mi olyan stádiumba jutunk, hogy elkezdjük építeni a bázis kerékpárutat. A 83-as útépítése viszont még nem érkezik el abba a fázisba, hogy itt Pápa mellett megépítsék azt a körforgalmat, ami lecsatlakozó ága lesz ennek a beruházásnak. A munkák ütemezésének egyeztetésén a szakemberek arról szóltak, hogy bár a 83-as út építése is kezdődik, ez nem akadályozza a kerékpárút megépítését. Az út építésével fizikálisan 2021 második fél évében fog ideérni, de az alatt, az idő alatt is ő neki már előkészítési munkákat kell végezni, mivel a közműveket ki kell váltania. Tehát gyakorlatilag a háttérben előkészítő munkátok, tervezési munkálatok már folynak, egyeztetnek a vasúttal, az elektromos árammal, illetőleg a gázzal mindenképpen. Arról, hogy ezeket a terveket elkészítik, és a közműkiváltásokat megoldják. Ez idő alatt tehát a kerékpárút épülhet a Vasari út mellett, erről állapodtak meg az egyeztetésen. Na most mi ez alatt az idő alatt megépítjük a kerékpárutunkat, ugye az 1-es és 3-as szakaszon, ahogy a közbeszerzésbe ki volt írva, kihagyva ezt a körforgalmat, mert ezt a NÉV ZRT beruházásában fogja megvalósítani. Az első szakasz a Vasari úti vasúti átjárótól a körforgalomig tart, a harmadik pedig a körforgalomtól a bázisrepülőtér főbejáratáig. Gyakorlatilag nekünk el fog készülni a kerékpárutunknak az az első szakasza, ami majd hozzá csatlakozik a kiépítendő körforgalomhoz, és a hármas szakasza, ami indul ettől a körforgalomtól. Na most ezt mi úgy fogjuk folytonossá tenni ideiglenes megoldással, hogy az első szakaszról a meglévő Vasari útra, akár felfestett módon, ahogy a Jókai utcán is elkészítettük a kerékpáros forgalmi sávot, felfestjük jelezvén, hogy akkor itt kerékpáros közlekedéssel kell számítani, majd visszatereljük a kiépített kerékpárútra. A tegnapi munkaértekezleten ismét elhangzott, hogy a 83-as út kivitelezője úgy tervezi a munkát, hogy a nehéz teherautók elkerüljék a város útjait.
Híradónk végén most nézzük, milyen idő várható a következő napokban. Csütörtökre virradóan nyugat kivételével többfelé, napközben elsősorban északon és keleten számíthatunk esőre, záporokra. Némi napsütés inkább csak a nyugati, délnyugati határ közelében lehet. Többfelé előfordulhatnak élénk nyugati, északnyugati széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul. Pénteken meleg front érkezik élénk, erős déli eszéllel, helyenként kisebb esővel, záporokkal. Melegszik az idő, délután 17-25 fokot mérhetünk. Kedves nézőink, ennyi fért mai híradónkba, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!